Há, hogy mindenkinek ellen vagyok, üdv ismét a Dark Souls 2 végigjátszásunkban. Bocsánat. Dark Souls 1 végigjátszásunkban. Ugyebár az előző epizódban megszereztük a kulcsot, mivel ide bejuthattunk. És egy kicsit zavarba gyűjtem, azért mert azt mondtam, hogy Dark Souls 2. De ez csak a Dark Souls 1. Mindenki látta gondolom a videó címét. Másképp sokan nem néztétek volna meg, hogyha nem láttátok. Na most. Innen kell nekem arcok. Ezek az arcok, bár tökre úgy néznek ki, mint a simák, sőt, azok, akivel a tutoriálban találkoztuk, azért ők már komolyabbak akiknek. Szóval erre vigyáznak kell, hogyha netán valamelyik ötök nem játszott volna még Dark Souls-szal, ugye, amit mondtam már, azért kicsit hihetetlenek tartok, mivel akkor mit kerestek egy olyan csatornán, aminek az egyik fő etalonja a Dark Souls. De mindesetre ezekkel vigyázni kell. Őt meg kell ölni. Az tuti. Ő fel fog mindjárt jönni. A rövidebb utat fogjuk választani. Ez a területe, mivel nem szeretem ezt a területet. Csak mondjuk, igazából a Depth-szel nincs annyira sok bajom, mint Blighttown-nal. Blighttown mindenki utálja. Azért, mert FPS-ben ocsmány dolgok történnek el egyszerűen. De jó, nagyon-nagyon lehet, ki tud velünk cseszni, főleg mivel bőrcuc van rajtunk. Én a másik haver és az első haver nem vett minket észre, valami oknál fogva. Oké, szerintem ő csak vak, vagy legalábbis ezt fogunk benne. Csak vak, oké. Gyere, csak vak, gyere. Oké, csak vak meghal. Hát hát erről beszéltem, hogy ők azért már komolyabbak. Itt is van még egy haver, és... ennyi. Kevesebbet kéne használnom az erős támadást. Kevesebbet kéne használnom az erős támadást, mivel sokáig takarom. Így a kutyák, ezek a kutyák erősek. Van egy kutyus. Nincs nálunk az íj. Mindjárt nálunk lesz az íj, ne aggódjunk. Egy percet sem. Egy damage! De annyi elég volt, hogy felkeltse a kutya érdeklődését iránt. Ha tudunk gyorsugrani. Nagyszerű. Nagyszerű. Szóval most megküzdünk egy olyan... Ó. Oh. Oké. Megvagyok, amíg kijön, és megküzdünk vele. Én oda nem megyek, az biztos. Ó, oh, komolyan beakadt. Komolyan. Haver. Ügyes volt, ha jár. Szóval simán tudnánk hagyni téged, ezek szerint. Na már nem. Már kijöttél, már kemény vagy. Ó, oh, oké. Okay. Szóval ő pont olyan, mint Mildred, majdnem. Legjobb tudomásom szerint ő nő. Vagy ha nem is ő, de a másik. Kettő van. Belőlük. Hé, hey, nincs poizod. Nézzek, mit csináltál. Egész nap itt vágod a cuccokat. Aztán most elbaszol az asztalt, ügyes vagy. Oké, okay, féltem egy kicsit, hogy nem összejön meg. Soha nem öltem még így meg. Hopp, 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 szek. Oké, okay, te is leadottad, nagyszerű. Akkor a kötelező dolgot meg kell csinálni. Ha megtaláljuk a szeket, akkor ezt kell hordani egyszerűen. Na most, ez egy fontos tudsz. Ez a Large Ember. Ezáltal fegyvereinket nagyobb szintre fel tudjuk vinni. Itt van egy jó kis pajzs, amit nem biztos, hogy fogunk használni. De ezt a hatalmas patkát mindenképpen fogunk használni most. Spider Shield. Lássuk csak, Spider Shield. Spider Shield, 56-os stabilitás, nem lehet. A Spider Shieldben annyira plusz a jó, hogy nem tudok minket megváltozni. Oké, gyere, toljuk. Ó, meghaltál! Ripte! Ripte, bitch! Oké, humanity. Itt is van valami cucc. Silver Chamber key. Azt hiszem, hogy emiatt... Igen.
ez a kulcs ad nekünk hozzáférést az itteni bonfájához. Szóval mit kellene fog? Kellene fog nekünk. Tudunk mi? Ah, imádom, kikeverjük az íjat. Bocsi, de... Vagy az íj, vagy a zsák. És inkább a zsák. Itt, ha le tudunk csinálni szépen, lazán. És egy olyan helyre tudunk így eljutni ezáltal, ami elég fontos. Ami nem más, mint a bonfire. És ez... Gondolom mondani sem kell, hogy fontos egy picit. Csak egy picit. Viszont itt lesz hamarosan a fegyverünk, amire már régóta vártunk, legalábbis én. És van egy olyan érzés, ami nem lesz jól mondani. Abszolút semmire. Én még éltek? Azt mondom, az gáz. Az gáz. Ne jöjj meg, please. Please. Oké, okay, jó, hogy lassan jött. Nagyon jó. Te meg azt, hogy te félsz. Az is nagyon jó. Itt lehet nagyon jó himányt farmolni. És íme itt van. Ritmi tényleges fegyvere. A Great Axe. Ó, igen. Mennyi? 32. Oké, okay, akkor már nem állunk olyan messze igazából, hogy tudjuk egy kézben is hordani a dolgot. 180-at tudunk sebezni, nagyszerű. Sőt, szerintem annyira jól állunk, hogy el is használjuk Kveragnak a lelkét. Hogy itt... Elhasználjuk Kveragnak a lelkét, igen, hogy itt tudjuk mennyi szintet lépni. Na most... Kveleg lelke az... Kveleg lelkéből egy katonát lehet csinálni, ami használatkor minket is sebez, de jó nagyokat üt, és skálázódik avval, hogy mennyi humanity van az embernek. Szóval jó cucc lehet egyetemben, de nem lesz elég. Nem lesz elég lelkünk beszarod. Kell még 3000, mondjuk, plusz-minusz egy kicsi. De fogunk szerzni hamarosan. Oké, azt akartam mondani, hogy igazából abszolút a fingom nincs, hogy milyennek a fegyvernek az animáció és hogy támadunk vele, de majd lesz valami alapon. Gyere ki, légy szíves, gyere ki, ne legyél köcsök. Erről van szó, hát tudod? Még ez neked? Itt az ágyba vizelés. Meg kell mentsünk valakit, egyszer, azért is jövök erre. Illetve itt van még egy ugyanilyen hentes. Akivel találkoztunk az előbb és megöltük. Jó, fenn. Már le is ugott, már nincs fenn. Már nincs fenn, spoiler! Nincs poison, neked se nem jutok elég nagyot. Vagy csak van poison. Vagy nincs. Get wrecked, bitch! Rip te! És már nem dobja le ezért. Ő már nem dobja le a zsákot. Na most... Őt tökre érdemes megműteni. Telefon hallgass, tudom, hogy nem lesz lefele. Oké. Ő fog minket tanítani majd. Piromágiára. Laurentius, valahogy így. És vissza fog majd menni Fire and Shrine-ba. Valaki a bonfire-t, ami itt van, az kindelölte. És ezért kapunk egy esztuszt. Ez olyan jó. Ez például nincs benne a Dark Souls 2-ben, és ez olyan jó. Van egy ilyen feeling az embernek, hogy wow. Ez egy élő valami. És ezt kell döntötték be a Dark Souls. Te jót érzel ilyenkor? Ezt kell döntötték be a Dark Souls 1-ben is. Na most ezekkel... sokáig tart, igaz? Akkor cserezzük ki őket a cserét. Ezekkel vigyázni kellene. Vigyázni. Nem vigyázni kell velük, de... Vigyázni kell velük, hogyha rosszul jövünk vissza.
Oké. Okay. Szóval én is ugyanezt fogom csinálni, reverse hollowing, illetve nyomok egy kindlet erre a tűzre is. Nem most kellett volna. Még először meg kellett volna öljem a... az arcot. De legyen jó szveg! És próbálj meg így megölni a sárkányt. Szerintem én nagyobbat jutok, haver. Szerintem én egyszerűen csak nagyobbat jutok. Nincs itt senki, akit meg lehet idézni. Jézus Isten, srácokat, mi van veled? Tudjátok mit? Idézzetek meg nyugodtan, jó? Hogyha valaki akarja, jöjjön. Szerepelt a csatornában. Na most. Ha lemegyünk, akkor ugyebár el van a boss. És meg is fogjuk különni. Ez minden diszkület. Oké, szóval ez itt tart. Oké. Okay. Meg is fogjuk különni, de először még valakivel meg kell küzdeni. Erre kellene. Ó, szia. Oké, okay, ebből problémák lesznek így. Ezek az egerek, inkább patkányok mondjuk, sokkal nehézkesebbek Dark Souls-ban, mint Dark Souls 2-ben, és így ugrálnak össze-vissza. Hát mi ez? Oké, okay, szóval fegyelmet nem tudom használni elünk. Jó, vágjunk. Gyere, te köcsög. Nem látok semmit, de megöltelek, szóval... Bécs! Én nyertem. Én nyer. Mindig én nyerem. Kivéve, amikor veszitek, mert akkor nem nyertem. Olyan, mint egy favágó. Gondoltam, hogy simán ki lesz. Ezeken általában himen veszek lenni. És a történet... emögött... az, hogy... ugye, az, hogy ugye a patkányok embereket esznek, és hogy eszik meg fel az embereket, innen ki fog valami dögölni, nem? Valaki. Én már nem megettem még ezzel. Nem akkor rosszul emlék ezt? Nem, innen fog. Nem? Jó, de innen jön Captain Kirk. Captain Kirk. Nem volt Kirk. Gyerünk Kirk! Tudom, hogy akarsz jönni. De tovább kell menni. Oké, ennyivel biztos légy lesz. Gyere! Gyere! Van egy NPC, aki itt invédel minket. Oké. Erre vártam. Hopp! Kedves kök. Jó, ne. Kirk, please. Kirk, PLS. Hadd igyak, jó? Kirk, nem érted, tehát nem érted, de meg kell hallj. Így. Erről van szó. Csomó lélek. Máshogy csak jó. Jó. Humanity. Értem, hogy megkaptuk a Spike Shield-et is. Spike Shield. Mi kell hozzá, hogy nem bírok el? 12 lesz tehát. Nagyon menő. Nem, kösz. Nem, nekem kell a Grasscrest Shield. Menjünk vissza, lépjük meg a szintet, amit meg kell lépjünk. És utána már fogjuk tudni, mert egy kézben is van. Ezt tudom, ami király lesz. Nagyon-nagyon király lesz. Aztán azt mutatjuk majd, hogy Swag YOLO, és anélkül, hogy megölnénk a faszit, aki buffolja a cuccokat, anélkül elmegyünk majd a sárkányba. Mert hát Swag YOLO. És ez két jó dolog. Jó. Meg ott ez Soler szóval.
121 damage. Kicsit kevés, de hogyha ezzel végeztünk, akkor úgyis visszamegyünk Andréhoz, és André nem vagy növeljük a fegyelmét, legalább 25-ös. Addig szerintem képesek vagyunk. És ez úgy király lesz. Több oka van annak, hogy miért nem öle meg azt, aki felbefolyja a főellenséget itt. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy hol van. Így hirtelen. Tudom, hogy itt van most fölöttünk, de hogy kellene megkeresni szépen, stb. Stb. Azt nem igazán kellene vágni. Okay, igen, idézik meg szóval. És hogyha nem öltük volna meg Lautrec-et, akkor neki pedig itt lenne. De megöltük Lautrec-et. Nem vártam meg. Hashtag nem rúgulatsz. Szóval, gyere le. Légy szíves. Nincs nálunk semmi buff, igaz? Most lenne jó, hogy... Jó, mindegy. Toljuk ki. Nézzetek! Még. És íme, hölgyeim és uraim, a gépünk reggel. Ugyebár... Lespoilerezem, egy sárkány. Akinek csak az volt a fágy, hogy egyen, 15 FPS, amúgy. Lespoilerezem ezt is. És... Hát evett. Egy kicsit. Jó, innen el kell bújni a picsába ilyenkor. Nem minket támadott nagyszerű. Szóval ott, mint teszi a dolgát. Én csak próbálok elnyomulni a farkára először is. Jó hely támadni, illetve lehet, hogy ledobja azt, ami a... ledobja a farkát, levegjük a farkát, és akkor ez királyság lesz. Bár a feje a gyenge pontja, szóval. Ugye jön ránk a mágia, mivel lusták voltunk, és nem öltük ott fenn a varázslót. Jó. Igazából nem olyan nagy cicc. Jó, Sawyer-nek annyi, ezt sejtettük, hogy ez lesz. Úgyhogy Sawyer csak Sawyer. Illetve ilyeneket nem mondunk. Ilyeneket csak akkor mondunk, hogy fel akarjuk bőszíteni a Dark Souls rajongói közösséget. Ó, ne. Sawyer az eddig legjobb harcos a földön. Az a baj, hogy nem tudom, mennyit sebzek, mivel van kapcsolva ez a mód, hogy máshogy nézzen ki a kezelői felület. Úgyhogy a szavakat tudok már mondani, hogy én is ugyan a kezelői felület. Oké, dobd le a fejed! Dobd le a fejed! Ne gyere már utána, inkább dobd le a fejed! Úristen! Oké. És persze segg belőle. Egy ütést tudtunk bevenni. Egy ütést. Ez kevés. Ez a harc jó sok egy tartani. Nincs poison. Ennek rossz vége lehet. Ennek rossz vége lesz. Ezért kell levágni a kurva farkát! Pedig gurultam, és... Jézus, élek, még élek! Vigyál még! Vigyál, nagyszerű! Gyere, támadj! Gyere, bitch! Gyere! Nem félek! Nagyon félek! Ne csinálj többet, légy szükszön! Eltaláltam a fejed. Igazából a gépünk tökön lesz egy komoly harc. Csak itt eljátszódhatok velem egy cuccot, de igazából egy komoly harc. Szent szar.
Most fogsz hányni, fúj. Oké. Okay. Jó szórakozást. Fesedünk majd 15 kérdőn, mint a harc. Jó, oké, okay, ütés, oké. Okay. De legalább nem befolyja meg a sárkányt a varázsló fenn. Szóval... So I got the foil going for me, which is nice. Ow. Oké, okay, megint hányni fogsz, jó? Addig én, hogyha nem beállok, hogy tiszek egyet. Hé, hey, ez mi? Oké, okay, dobd le a fejed, jó, nagyszerű. Most fog meghalni. Nem, még élek. Valami csoda folytán. És lábon tudtam baszni. Aki megint hangzik. Nem? Fuck, jó, oké. Fuck, hát is jól elevágni, mert ez is egy jó kis fegyver. Még a tudomásom szerint. Fuss, rip me! Mert olyan rip lesz belőled, hogy csak nem. Oké, okay, dobd le a fejed. Jó, király. Oh, ne. Meghattam, ennyi. Pedig egész jól ment. Remélem, tetszett a mai Dark Souls videó. Ha igen, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, mert nagyon-nagyon sokat segít. Valamint, hogy akartok a csatornán, akkor iratkozzatok fel, és kellemes ünnepeket! Ryder voltam. Játsz tovább.